Ki tehet arról, hogy ekkora drágasság? Hát az állam. De nem az Orbán Viktor? Nem. Az elmúlt bő egy évben átlagosan 20%-kal nőttek az árak Magyarországon. De azok, akik igazán szegények, azokat ez az áremelkedés még sokkal jobban sújtja, ugyanis az alapvető élelmiszerek ára akár a másfélszeresére is nőhetett. Az Európában kiugró infláció és drágulás leginkább a szegényeket és a rászorulókat sújtja. Mennyit drágult az élet az elmúlt időszakban? Most erről akar kérdezni? Aha. Itt háború lesz. Tehát kenyér 1000 forint. Egy kiló cukort vettem 600 forint. Nehezebb lett az élet? Sokkal rosszabb, mint volt. Sokkal. Akkor hol van az álkedvezmény meg minden? Ugye? Most egy kiló cukor 400 forint? Meg lehet élni ebből az 10 000 forint nyugdíjból? Nem. Vegyen hozzá 500 év aljat, vegyen egy kólát 350. Számolja ki. És még a napi főznivaló nincs is, csak a reggeli. Mert a pénznek semmi értéke nincs. Egy doboz cigaretta is 2600 forint. Mi nem jut, ami régen jutott? Chips. Mi? Mit mondod? Meg hell. Mennyi volt a hell és mennyi most? 200 forint volt, most meg 340. 380. Valamikor bementem 50 000 forinttal az élettársammal, hát alig bírtuk azonni ketten. Két nagy táskával, ő is kettővel, még is 4 táskával. Hónap elejétől hónap végig elvoltunk. Zsebbel hozom 10 000 forint értéket, és két zsebbe rakom azt a 10 000. Hát ez nem valami, a Kádár rendszerben ez nem volt. De most meg 50 000 forinttal csak egy, azt lehet mondani, egy szatyorba elhozom az 50 000 forintot. Valamilyen fajta egyenlőség mindenképp megvalósult Magyarországon, hiszen az udvari szobrásznak, Szőke Gábor Miklósnak itt az ország egyik legszegényebb településén is áll egy szobra, meg a Félix nevű luxus étteremnél is, ahol Rogán Antal, Orbán Viktor meg a Matolcsi család szokott ebédelni. Szóval 6000-et keres? Vagy kap annyi a nyugdíjat? Annyi nyugdíjat kapok. Tehát abban hogy lehet megélni? Hát hogy, na. Hogy jön meg az ember 22 000 forintból? Annyi a pénzük? Nekem 38, mert én már nyugdíjas vagyok, mert meg az éven. Ő kap 22, de azt is elmondták. De már tőlem ezt is elvették. A villany 15 000. Biztos kéne egy 500 000 forint, hogy az ember meg tudjon mindent venni. Még az is keves volna. És ehelyett mennyi van kb.? Akinek gyereke van, az megkapja a 110-et, akinek nincsen, 60 000. Így. Mi is porolnak? Mit nem vesznek meg? Olyan nincs, hogy mi kell szórolni. Amit van, egy kis kaja van, az jó van a mindennapira. És van, hogy hónap közben elfogy a pénz? Hogy nem. Még hónap elején elfogy a pénz. Hát beváltsuk, egy kis lisztet legyünk, komplét, kész, ennyi. És akkor utána mi jön, amikor elfogy hát a pénz? Semmi. Hát megyen az emberem maszekkolni, aztán bűl. Mit lehet dolgozni itt erre fel? Van igen közmunka, van aki elmegy ugye Budapestre több napok, több hetekre a családjától. És ez milyen típusú munka? Hát van segédmunka, van vasszerelés munka, de ezért maximum egy ilyen 150 000 forintot lehet keresni, és mi 150 000-ért 2 hétre tudunk bevásárolni. És van úgy, hogy otthon ültök az asszonnyal, és elfogyott a pénz? Igen, nagyon sokszor van olyan. Most is például úgy van. És akkor mit csináltok? Ugye járok plazmát adni. Az mi? Ja, vérplazma? Igen, igen. És azért adnak egy ilyen 15 000-17 000 forintos ilyen utalványt, és akkor azért próbálunk vásárolni a gyerekeknek. De mennyiszer tudod a vérplazmádat adni pénzért? Héten kétszer. De ez olyan, hogyha egyszer leadom, akkor egy napig azt tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány, mert ugye az keményen ki kell, hogy pihenjem. De hogy jön ki egy hónapba? Hát, csak mondom, hogy ez sehogy sem. Jelen pillanatban sincs, egy 5 forintom sem. És akkor hogy mi lesz magával? Mit fog enni? Hát mit eszek majd? Eszek itt-ott, amott a gyerekeimnél, meg mit tudom, még érek hitelbe, bótba. De erős, dohányos vagyok, erős, még keményebb italos vagyok, annál is keményebb italos vagyok, sőt, napjába. Nem, de most... Elmegy itt arra, meg dohányra? Inkább itt arra. Srácok, mi a helyzet? Semmi. Kedvenc kaja?
hamburger, meg a hotdog, meg a kínai. Nem szeretem a kínai kaja, mert kígyók vannak benne, meg patkányok. Meg még én, ne, fagyikat teszek. Na, azt én is nagyon szeretem. Én a csokit is szeretem. Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk az ország csücskében, itt a Cserháton. Ez a hely ugye arról híres, hogy ezekben a falvakban több mint 90%-kal támogatják a választásokon a Fideszt. Mióta beütött az Európa rekord infláció Magyarországra, sokan azt találgatják, hogy milyen hatással lesz ez a kormányfő Orbán Viktor és a kormány támogatására. Ebben a faluban mindenki a Fideszre szokott szavazni. Igen. Tehát 100% szavazott Orbán Viktorra. Igen. Gondolom, te is Fideszre szavaztál. Igen, igen. Ki tehet arról, hogy ekkora a drágaság? Hát az állam. Az állam? Hát persze. De nem az Orbán Viktor? Nem. Akkor nem ráharagszanak azért, mert drágaság van? Hát nem csak ő tehet róla. Nem ő tehet róla csak. Vannak ott többen is közte. Nem fognak másra szavazni azért? Nem, nem. Nem. Csak vissza a lére, Viktorra. Ha más volna a miniszterelnök, nem biztos, hogy megadna azt, amit Orbán Viktor. Sokat segített ő azért, hogy na most. Ugye a háború miatt is, hogy Magyarországot nem engedte be. Az egy háború folyik Ukrajnában. Nekünk mi közünk van bele? És amiatt van a drágaság? Hát akkor mi miatt? Hiányzik van némely gyógyszerekből. Miért van hiányzik? Mert viszik ki oda. Hát most ők a fontosabbak, vagy a magyarok? Más, tehát másokat is érint a háború, akkor miért itt a legnagyobb az infláció? Miért Magyarországon? Jaj, most ez politikai ügy, ugye? Mit tehet erről ön szerint? Hát szerintem a miniszterelnök. Igen? Orbán Viktor. Ön az első, aki ezt mondja, mert ebben a faluban azért szinte mindenki Orbán Viktor támogatta a választáson. Én biztos nem támogatnám. Én biztos, hogy nem. De volt szavazni? Én nem is járok. Én nem is. Nem, hát minek? De nem, az biztos, hogy hát nem volt jó Gyurcsány. Mikor volt a Gyurcsány? Most akkor se volt jobb. Mi volt jobb? Mentünk az orvosnál, fizetni kellett az orvosi. Akármit csinált, mindenért fizetni kellett. Éjjel-nappal hazudtak. Holott mi nem tudtunk semmit, csak a végén, mikor csődbe vitték az országot. Van más egyáltalán lehetőség, akire lehetne bízni az országot? Nincs. Orbán Viktoron kívül? Szerintem nincs. Hát ott van az a Karácsony, és most nem azért, most ő is mit csinált? Vinni fel az embereket a háborúba. Nekünk jó Orbán, na megyek, mert dolgom van. Na hadd egy tollat, felírom. Na. 444.hu. Hát ezek a fideszes tollak nem fognak. El tudja olvasni? Hát majd valaki csak elolvasni nekem. Nincs más hátra, lájkoljatok, kommenteljetek, mondjátok el a véleményeteket, iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a Körhöz, a 444 klubjához. Támogassátok a szabad sajtót. Hey, hop, 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 hey, hey. Lezi néni! Jó napot! Papír, nyomdafesték. Csináltunk könyvet, mert 10 évesek lettünk. Hát ilyen születésnapi kiadvány. Tessék megvenni.